kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy az ellátási területén élő gyerekeket valamilyen módon segítse, és most Tiszaszalkára jöttünk a Baptista Szeretett Szolgálattal, ahol az EU jóvoltából 1000 hátrányos helyzetű gyereknek adunk ajándékcsomagot karácsony alkalmából. Számtalan programunk van egyébként, amivel a gyerekek körülményeit, tanulási lehetőségeit, fejlődési lehetőségeit segítjük, de a szeretet ünnepének közelettével fontosnak tartottuk, hogy egy olyan akcióban is részt vegyünk, ami kimondottan ajándékot, amin keresztül kimondottan ajándékot kapnak a gyerekek.